utalsz, az országok közötti távolság és a stratégiai helyzet fontos tényező lehet a nemzetközi kapcsolatokban és a biztonságpolitikában. Az Egyesült Államok valóban távol van az európai és az ázsiai kontinenstől a földrajzi elhelyezkedésé. Nincs igaz, megint hazudsz, megint ellenkezőleg mondod, ahogy én mondtam. Éppen, hogy közel van, amerikai hadsereg közel van az Oroszországhoz, Oroszország van távol Amerika. Oroszország távol van Amerikától, de Amerika ott van Oroszország határánál. Ne mondjál hazugságot! Az az igazság, hogy az amerikaiak ott vannak az Oroszország határánál, ellenben az oroszok nincsenek ott Amerika határánál. Érted? Ne hazudjál! Az amerikaiak közel vannak az oroszokhoz, az oroszok pedig távol vannak az amerikaiaktól. Tehát nem Oroszország fenyegeti Amerikát, hanem Amerika fenyegeti Oroszországot. Elnézést, ha félreértelmeztem az eredeti információt. Valóban, az Egyesült Államok és Oroszország közötti fegyveres konfliktusok esetén az amerikai Egyesült Államok és szövetségesei, valamint Oroszország közötti közvetlen katonai jelenlét közelében feszültség forrása lehet a geopolitikai helyzet. Az Egyesült Államok és Oroszország közötti kapcsolatokat összetett és sokszor feszült történelem és jelenlegi geopolitikai dinamika. De nem erről beszéltem, arról beszéltem, hogy Oroszország vagy Amerika fenyegeti a másikat. Itt egyedül az Egyesült Államok fenyegeti Oroszországot azzal, hogy ott van az amerikai hadsereg az orosz határtól pár kilométerre. Érted? Amerika van közel az Oroszországhoz. Oroszországnak a fegyverei nagyon távol vannak az amerikai földrésztől. Értem, köszönöm a tisztázást. Amint említetted, az Amerikai Egyesült Államoknak valóban van katonai jelenléte Oroszország közelében, például a NATO tagállamaiban vagy más stratégiailag fontos pontokon. Japánban. Ezen katonai jelenlét esetén az Amerikai Egyesült Államok és szövetségesei biztonságos távolságból képesek fenntartani a katonai védelmet és felügyelni a térséget. Ahogyan említetted, Oroszországnak kevésbé van katonai jelenléte az amerikai földterületek közelében, és fegyverei távolabb találhatók az Egyesült Államoktól. Ez a geopolitikai dinamika határozza meg a kölcsönös fenyegetést és az esetleges konfliktusok lehetséges kockázatát az Egyesült Államok és Oroszország között. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy mindkét országnak és a többi globális szereplőnek is érdekében áll a konfliktusmentes kapcsolattartás és a béke megőrzése a világrész biztonsága érdekében. Hogy lehet a biztonságot szavatolni, ha az egyik ország, vagy rengeteg ország ott van Oroszországnak a nyakán, míg Oroszország nincs a nyakán a többi ország. Jó, Oroszország is közel van Lengyelországhoz, de Oroszországot sokkal több ország meg tudja támolni, mint fordítva. A biztonság és a stabilitás megteremtése a nemzetközi viszonyokban összetett és sokszínű kérdés. A geopolitikai helyzet, a katonai jelenlét, a kölcsönös fenyegetések mind-mind szerepet játszanak a nemzetközi biztonság alakulásában. Az, hogy egy ország mennyire érzi biztonságban magát, sok tényezőtől függ, például a katonai... Egyetlen egy tényezőtől függ attól, hogy az ország határán ott van az ellenség, van nem. Márpedig Oroszország határán ott van az ellenség. Ez tény.